hallottad-e hírét? Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Először benéztem ide, mondom, az lehetetlen, hogy a mi konferenciánkon ennyi ember van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, előadóknak és vendégeknek, hogy eljöttek. És hát sajnos Molnár József lett volna, Molnár B. József Jóska, ahogy én hívom, mert évfolyamtársak, sőt csoporttársak voltunk az egyetemen, amíg mind a kettőnket ki nem rúgtak. Ő ugye a forradalmi irodalmi elnöke volt, én meg hát stencileléssel részt vettem a terjesztésben. Bocsánat, akkor jobban tartom. Na mindegy, szóval sajnos, hogy ő két hónapja beszéltünk, akkor még teljesen jól volt, és azt mondta, hogy hozzak egy nemzeti szallaggal átkötött gyertyát, ami itt van, és majd áldását adja, ugye Szent Mártonról beszélt volna, és áldását adta volna a konferenciára. Hát sajnos én nem vagyok olyan szent, mint ő, én is. Én azt kérem, hogy aki hát hívő, akkor imádkozzon Jóska bátyánkért, hogy meggyógyuljon, mert én sajnos nem vagyok olyan szent, mint ő, tehát nem tudom áldásomat adni, de mindenki szívből szeretek és köszöntök, és hát akkor a gyertyát, az az ő kívánsága volt, meggyújtottuk, és akkor elénekeltük volna boldog asszonyánkat is, de hát az én hangommal jobb, ha nem, mert akkor kívül a terem. Úgyhogy, na hát ezek után akkor igen, tessék, ott valaki, ja nem. Hát akkor most én tartom az első előadást, mert második lettem volna, de Jóska kimarad, és akkor egy kicsit mindig előbbre hozok, a Reninél rövid lesz különben is, úgyhogy akkor egy pillanat. Ezt olvasnom kell, mert ez nagyon a címe mutatja, hogy de mindenek előtt hadd mutassam be konferencia elnök társamat, mert szerintem ő több, mint szekcióvezető, Ceglédi Katalin, miután a két férfi. Ő nélküle meg se tudtam volna rendezni, mert ő ismeri az előadókat, és a két férfi, aki nagy név a patróbán szerint, ki van téve ugye, hogy ők a konferencia vezetők, Bakai Kornél és Varga Tibor, ők első perctől kezdve cserben hagytak. Úgyhogy ha Kati nincs, akkor a konferenciát se tudtuk volna megrendezni. Mert ugye a nagy nevekkel kint vagyok a vízből, mikor nem csináltak semmit. Azóta nagyon haragszom rájuk, és az elnök úrra is haragszom, és ezt a szemébe is megmondtam. Tehát nem az van, hogy a háta mögött fúrom, hanem megmondtam, hogy legalább ne szerepeltesse a nevüket, mikor semmit nem csináltak. Na mindegy. Szóval akkor elkezdeném, és akkor utána jön Kati, és hát sorban, azt hiszem, nem tudom, önöknél van-e műsor, hogy jó van, akkor mindenki tudja. Na, tehát az én előadásom, ugye miután a címet se én adtam, hanem Bakai Kornél, egy elég buta cím, sémiták, árják, turániak, holott minnyáján tudjuk, azt hiszem, akik itt vagyunk, hogy mi turániak vagyunk, ugye a hun-avar magyar rokonságról nem is lehet vita tárgya, és hogy a türk népekkel vagyunk rokon, ezt bebizonyította a Kurultáj is, ahol 24 rokon nép vett részt, és azok között egy se volt sémita, úgyhogy a sémitákról senki nem fog itt előadást tartani, nagyon helyesen, bele se egyeztem volna, el se fogadtam volna olyat, aki róluk tart előadást. Tehát mondjuk, miután indológus vagyok, amellett ugye magyar-angol szakot végeztem az ELTE-n, de Indiában indológiát és hindi nyelv és irodalmat, tehát gondoltam, hogy az árjákról sem nagyon sokan fognak előadást tartani, így aztán hát én, mint indológus arról tartok. És előjáróban megjegyzem, hogy összesen a három könyvemből ennyi maradt, hét például, hogyha lennének szívesek, nem az én pénzem, nem az én példányaim, hanem a kiadói, aki tönkre ment, és ennyi maradt összesen a könyveimből. Tehát például a Hunok Indiában az három kiadásban megjelentette, abból már az egész országban nem lehet kapni. Az indoszkítákból még könyvelőboltokban lehet,
de én nálam már csak összesen ennyi maradt, és megkérném önöket, hogy miután tönkrement kiadó három kisgyerekkel, és az övé a pénz, nem az enyém, tehát hogy ha lehet, akkor vásároljanak belőle. Igen, és akkor hát rátérnék az előadásra, majd előadó társam Berényi László segít a műszaki dolgokban, miután ahhoz ő sokkal jobban ért, mint én. Na, tehát a cím a Védikus Árja természetvallás és hatása a hun magyar hitvilágra. Ezt kénytelen vagyok olvasni, mert ugye a védikus hitvilág eléggé komplikált, és aztán majd elmagyarázom, hogy milyen közös vonások vannak a magyar és a hun hitvilága és az árják hitvilága között, ami azért természetes, mert mind az árják, mind a magyarok ősei valójában belső Ázsiából indultak ki. Tehát ott azért ezek a vallások érintkeztek, és mindegyik valamennyit megőrzött. Hát a hinduk se őrizték teljesen azt, ami a védikus vallás volt, mert 2000 évvel ezelőtt egy hindu brámin pap, dél-indiai Shankaracharya megújította a hindu vallást, és akkor lett tulajdonképpen klasszikus hindu vallás, Sivával, Brámával, Vishnuval, de a védikus egészen más volt. Valamit megtartottak belőle, olyasmit is, amit én mai napig is ellenzek, a kasztrendszert, és ami sajnos Indiában még most is a fejekben ott van, Gandhi hiába számolta fel, hát ő felszámolta, de főleg vidéken még most is megvan a kasztrendszer. Én azt nagyon embertelennek tartom. Tudom, hogy voltak itt olyanok, a Kagylókürtnek egy újságírónője, aki azért nem közölte a Kagylókürtbe az én interjúmat, mert én elítéltem a kasztrendszert. Hát aki ezt még mai napig is védi, hát nekem arról megvan a véleményem, mert szerintem embertelen. Mert olyan, hogy érinthetetlen, azt hindil úgy hívják, hogy a csút, az mindig fosztok képző csút, az azt jelenti, hogy érinteni, és az a csút az érinthetetlen. Hát ha aki ezt még mai napig is védi, az szerintem nem emberi. Na, tehát az árják Közép-Ázsiából Krisztus előtt 1600 körül jelentek meg, először Baktriában, a mai Afganisztán, majd Gandhárában, a mai Pakisztán észak-nyugati része területén, végül az öt folyó menti síkságon, azaz a Pandzsában. Ennek jelentése Pancs ugye öt, Dzsáb az víz, öt víz. Ez az Indus és négy mellékfolyója. És ezt a területet az India éléskamrája, helyesebben a nagyobb rész most már Pakisztánhoz tartozik, de az ősi India éléskamrája volt, mert az öt víz ugye elárasztja a termékeny síkságot, és ezáltal ők termelték meg a Ganges síkság, és Pandzsáb termelte meg egész India gabonáját, mert annyira termékeny terület volt. Hát nem hiába, hogy a termékeny területeken, a víz melletti területeken alakultak ki az ősi nagy, ugye Egyiptom a Nílus mentén, Mezopotámia a Eufrátesz és Tigris mentén, és hát az Indus és a Ganges és a Yamuna mentén pedig India. Tehát kellettek mindig a nagy vizek, hogy elárasszák a földet és termékenyét egyébként. Na, tehát ezeket elfoglalták, hát persze a közép-belső ázsiai aránylag száraz területi népeknek mindig ez volt a vágya, hogy vagy Indiát, vagy Iránt, vagy ezeket a termékeny területeket megfordítsák. Néhány év alatt elfoglalták az árják a Ganges medencét, valamint a mai India nyugati és keleti részét. Rokonságban voltak a szintén Közép-Ázsiából délfelé terjeszkedő ó-iráni törzsszövetséggel. Nyelvük, az ó-iráni és a szanszkrit majdnem azonos, csak fonetikai eltérések vannak. Mondok erre egy-két példát. Veronika, gyere ide, a Marci mellett van még egy hely. Bocs, hogy közbeszóltam, csak jó barátnőmet megöltem. És valójában mondok egy-két példát. Például ugye a folyót, az indusok az indus folyót, Szindusnak hívták, Szindusnak, bocsánat, Hindunak, és az óirániak Szindusnak. Tehát ami ott az óirániba S, az a szanszkritba H.
vagy fordítva. Tehát a H és az S-nek a változatossága. És hát ilyen az összes fonetikai eltérés, egy-két betűben például a szóma, majd erről szó lesz, az indiaiaknál, az akkori indiaiaknál egy részegítő ital volt, egy olyasmi gombából a Himalája völgyeibe terem, Himalája és a Hindukus völgyeibe terem, egy olyan gomba fajta, ami enyhébb, mint a légyőlő galóca, tehát nem lehet belehalni, de el lehet, tehát bele lehet bolondulni mondjuk, de hát azt ők nem tudták, el lehet kábulni kis adagba a főzetéből, és nekik ez volt a részegítő italuk, tehát nekik nem volt pálinka vagy bor, hanem ettől a bráminok például, meg a sámánok ebből jósoltak, itt transzba estek, ez egy ilyen jellegű gomba volt. Na ezt ők szómának hívják, és az óirániak pedig hómának hívták. Tehát ez a szókezdő H és S változott, különben nyelvtanilag teljesen azonos volt a két nyelv, az óiránia és a szanszkrit. Nyelvtanilag is, és szókincs belőleg is. Igen, hát ez a rokonság létezett, az indo-iráni, mai napig is indo-iráninak nevezik a tőlük származó népeket, mind ezek nyelvét. Tehát nem indo-európai, hanem indo-iráni. Aztán azt már németek vették át, a mindig tudálékos német tudósok vették át, hogy ezek az indiai vagy az európai nyelvek az indo-irániból származnak. És hát 200 évvel ezelőtt a Bühler és Fischer nevű német tudósok egy ilyen csoportosítást végeztek, ami szerintem abszolút hamis, mert ugyan nyelvtanilag indo-irániak ezek a nyelvek, az indo-európai nyelvek. Na de hát hogy lehet például egy orosz és egy olasz nyelvet egy csoportba tenni, hát hangzásra is. És ennek estünk mi is áldozatul, mert egyszerűen a maradék népeket, amelyek nyelvtanilag nem voltak besorolhatók az indo-európai, úgynevezett indo-európai nyelvek közé, ezeket összecsapták, és így lettek a finnugorok, azok a pici ugor népek, a finnek és mi, így lettünk finnugor. De egyszerűen a maradék elv alapján, tehát semmi tudományos alapja nincs. Az árnya megnevezés még Közép-Ázsiában keletkezett, jelentése nemes. Tehát ez a régi szanszkrit szó is azt jelenti, hogy nemes. Hát ugye egyesek, mint Hitler, ki is használták ezt, mert ő magukat, semmi közük ugyan nem volt az indo-európaiakhoz. Tudományosan megalapozott tény, hogy 3500 éve már jól szervezett társadalmuk, hadseregük volt, és a védák jelentése, ugyanis onnan szedjük ezeket a tudásokat a védákból. A véda azt jelenti, hogy tudás, és a védák azt jelenti, hogy a tudások könyve. Ezek még Közép-Ázsia, a védákat már hozták magukkal, Közép-Ázsiában jöttek létre, ugyanúgy, mint az irániak szent könyve, az Avesta. Tehát mind a kettő igen ősi nép, és igen ősi írásuk is volt, meg kell hagyni, hogy írásuk is volt, ami mai napig fennmaradt változtatásokkal, mert annak idején az irániaknál főleg a karosti írás volt, és a szanszkrit írásnak az ősi formája a brámi írás. Ez a szó, hogy brámi brámából ered, ugye a Teremtő Istenből, és ebből ered az ő papjainak, a bráminoknak a neve is, de még az írás neve is, tehát a brámi írás. Négy védát ismerünk, a legrégebbi és a legismertebb az ősi ind himnuszokat tartalmazó Rigvéda, erről biztos hallottak. Ebből a műből megismerhetjük az ókori indek hitvilágát. Ezek himnuszok. A további és valószínűleg később keletkezett könyvek a következők. Száma Véda, a dallamok tudása. Ugyanis a himnuszokhoz kellettek dallamok. Hát aki valamennyire ismeri az indiai zenét, meglehetősen monoton, negyedhangok is vannak, tehát nem olyan egyszerű, de minden esetre ugye a himnuszokhoz kellettek az énekek, a dallamok. Jajur Véda a következő. Ez az áldozati formulák, és tulajdonképpen tehát az áldozat bemutatásának, a rítusok bemutatásának és az áldozat bemutatásának a könyve. Például a Jajur Védában vannak leírva a három legfontosabb
tehát a hindu vallásúaknak a rítusa, a fiúk, csak a fiú gyerekek körülbelül 12 éves korban megkapják az úgynevezett szent zsinort, ami így az állatféle jogváruktól a derekukig van, és azt még fürdés közben is, tehát soha életükre le nem vehetik. Ez nagyjából olyan, mint a konfirmáció vagy a bérmálás. Tehát a 12 éves fiúknak a férfi beavatása, hát Indiában, főleg az ókorban őket már jóformán megházasították, tehát a 12 éves az már majdnem, hogy férfinek számított, és ezért ez egy szertartás, tehát olyasmi, mint ugyanálunk a vérmálás, egy hosszabb szertartás, a brahminok végezték el. Na most a másik ilyen fontos szertartás a házasság, amikor ugye a brahminok ritus mormolnak, a mantrákat mormolják, és a házaspár össze van kötve a férfinek a felső lezseringjének egy darabja, és a nő szárjának a vége össze van kötve, és a szent tüzet 7-szer megkerülik. Ez a házasság rítusa, de hát ez nem ilyen gyors, ahogy én elmondtam. Ott a minden megkerülésnél a brámin papok mormolják a mantrákat. A harmadik legfontosabb rítus a halál. Az, hát ugye tudjuk, hogy égettetik magukat, tehát krematórium, de mielőtt oda viszik, hát egy hosszabb rítust kell a brahminoknak elmondani. Na, ezek vannak leírva a Jajurvédában. A későbbi, valószínűleg később, jóval később keletkezett, legalább 100 évvel később, az úgynevezett Atharva Véda, az a varázsmondások tudása. Tehát például, hogyha valakit ő szerintük szemmel vernek, akkor ezeket a varázsigéket kell elmondani, hogy hát ez egy babonás, ugye hát 3500 éves vallásról van szó, tehát nagyon sok, még mai napig is Indiában sok a babona. Ez az utóbbi nem lett olyan ismert és általánosan használt könyv, mint a három előző. Elsősorban a Rigvédából tudjuk meg, hogy hogyan éltek 3500 éve az Indus árják, és ebből a könyvből értesülhetünk hitvilágukról. Természetvallásuk volt, több istenhívők, akár csak az ősi egyiptomiak, görögök és latinok. E két utóbbi ókori nép valójában az árjáktól vette át kulturális, vallási és nyelvi örökségét, ezért is nevezik nyelveiket indoeurópainak. De egyébként az ógörög tényleg a szanszkriton alapul. Nyelvtani szerkezetüket vizsgálva hasonlóak egymással, de helytelen, amit az előbb említettem, most még egyszer nem mondom el, hogy helytelen egy csoportba való osztályozásuk, és ennek esett áldozatul a magyar nyelv, mikor szinte maradék elv alapján összevonták a finnugor nyelvcsaláddal. Tehát az árják természetvallása magába foglalta a természeti jelenségek megfigyelését, és ezeknek a jelenségeknek különböző istenségeket hoztak létre. A fő isten Indra hasonló a görög Zeushoz, de annál misztikusabb, kevesebbet említik a szentiratok. Valójában az istenek királya az árják történetében Indra. Később szerepe, amikor mondtam, hogy 2000 éve a klasszikus hinduizmus lépett életbe, Indra szerepe jóformán nem is emlegették, tehát mai napig is egy nagyon ritkán emlegetett isten. A másik fontos védikus isten Agni, a tűz istene, és mint általában a keleti vallásokban, például az zoroasteri hitvilágban is, a tűz szent volt, hiszen az áldozatok közvetítője az emberek és istenek között. Tehát ugye az áldozati állat, akkor még áldozati állatokat mutattak, de szerencsére nem embereket, de hát ugye a krematóriumban is ugye a tűznek fontos szerepe van. A Rigvéda egyik legismertebb himnusza is Agnihoz szól. Most elnézést kérek, hogy három szanszkrit sort idézek, hogy mégis fogalmuk legyen, hogy hogy hangzik a szanszkrit. Agnim ille purohitam, yajnasa devam prithviram, hotaram ratmadatamam. Mindjárt mondom magyarul is. Egy dallamos nyelv tulajdonképpen. Nehéz, a nyelvtana rendkívül nehéz, de fonetikusan nem, de minden esetre hát meg kell tanulni legalább az alapokat a hindihez is, mert a hindi 60%-ban a szanszkriton alapul. Magyar fordításban a tüzet dicsérem a legfőbb papot,
a Föld urát, a tudás istenét, a táplálót, az életet adót. Hát ugye a natűrt az élethez kell. A Rigvédák, az Árják legszentebb könyve mai napig összesen 1028 himnusz tartalmaz, ami azért 3600 éve alakult ki, elég szép teljesítmény. Ezek közül a legtöbb Indrához, Agnihoz és Szómához szól. A Szóma, amit említettem. Szómához két feladat kapcsolódott. Egyrészt a Hold istene volt. A Holdnak a szanszkrit nyelvben két neve van, Szóma és Csandra. De a Szóma volt a révület, a lerészegedés istene, hasonló a görög Bakkuszhoz. A révület, amit mondtam, nem az alkohol okozta az ősi árjáknál, hanem az a gomba, amit említettem, ezt most nem akarom még egyszer. Tehát félig bolond gomba, de nem halálos. A táltosok is ezt itták, akik révületben felszálltak, és az ég magasából látták a Földet, a lenti világot, majd a kábulatból kihozanodva elbeszélték az embereknek, hogy miket láttak. Na ez az első kapcsolódás, mert ez hasonló a régi magyar táltosok látomásaihoz, csak ezek nem gomba főzettől estek révületbe, hanem erős dobolással, esetleg tánccal, tehát önerőből. Tehát azért táltosok, ez megkülönbözteti őket azoktól, akiknek kell valami révület. Ezt én magam Kovásznál láttam körülbelül 4 éve, ott volt egy, azt hiszem kazak, nem tudom, Kati talán jobban tudod, de azt hiszem, hogy kazak vagy mongol táltos, akit tényleg a társa addig dobolt, és ő meg keringett, hogy ott a kovásznai múzeum kertjébe a füvön elterült és transzba esett, és utána beszámolt, hogy ő föntről miket látott. Csak az a baj, hogy kazak nyelven, úgyhogy én nem nagyon értettem. De azt láttam, hogy hogy esik révületbe, azt nem lehet megjátszani. Szóval ez egész biztos, hogy fennmaradt a régi táltosoktól. Na és ez az első kapcsolat, hogy ugye a magyar táltosok is ilyen hasonlóak voltak. Ők is, hát az ujguroknál még most is megvan ez a szokás, hogy fölmennek és látják, hogy mi történik, és transzbálisznak és föntről látják. Tehát ez az első kapcsolódás a hitvilágunkban, lesz még több is. 3500 éve kialakult hitvilágban is láttunk azonosságot az ősi magyar táltosok hagyományaiból, ami nem véletlen, hiszen mind az árják, mind a régi magyarok Közép-Ázsiában éltek abban az időben. Hát én meg vagyok győződve, hogy a turáni fennsíkon, nem tudom, hogy ha valakinek ellenvetése lesz, mert volt egy régi álom, az úgynevezett Korezm. Biztos sokan hallottak róla. Na, az annyira ősi kulturális, hogy mondjam, ősi kultúrákat őrző állam volt, hiszen először a déliek Mezopotámiából jöttek, uralták, azután a szkíták, azután még a kusánok egy része is oda telepedett, onnan indultak el a heftaliták, azon a fehér hunok, és aztán hát sajnos Krisztus után 1000-ben, ugyanakkor, amikor Indiát és Iránt még előbb, de Korezmet és Indiát Krisztus után 1000-ben elfoglalták. Az Afganisztánból jött arabok, Mohamed Gazni volt az egyik legaljasabb hódító. Gazni az egy város Afganisztánban, onnan indult el Mohamed Gazni, de azóta a hindiben a Gazni szó átment, és azt jelenti, hogy rettenetes. Tehát, mint a rettenetes Iván olyan volt, mindent felégetett, gyilkolt, hát olyan volt, mint itt a mi törökjeink voltak, vagy még szörnyebb. Na, de minden esetre ez a Korezm egy ilyen elosztó hely volt, onnan indultak el a médek, onnan indultak el a perzsák, mert ugye a perzsák azért azok nem ugyanazok, mint az óirániak, ezek a szászanidák voltak, onnan indultak el a heftaliták, tehát ez egy olyan kibocsájtó hely lehetett a kulturális alapon, mint amilyen volt a Kaukázus előtere, és hát szerintem a Kárpát-medence is ilyen volt, tehát ezek ilyen gyűjtőhelyek voltak, ahonnan kulturálisan népek indultak el különböző irányban. Csak
ugye a mi ellenfeleink, főleg az akadémikusok, akik minősíthetetlen levelet írtak Petőfi kapcsán az elnök úrnak. Én válaszoltam is rájuk, mert azt írták, hogy nekünk fogalmunk sincs a szakmai és emberi tisztességről. Hát én válaszoltam nekik, hogy nekik aztán abszolút nincs fogalmuk, és jobb lesz, ha hallgatnak. Hát már úgyis utálnak, hát olyan minden legyen. Na tehát a másik, ami a magyarokkal kapcsolatos, hogy tulajdonképpen ebből a Turáni medencéből indultak el azok a gyors lovak, kisebb termetűek persze, mint az arab lovak, amelyeken a magyarok és a hunok száguldoztak és ugye hódítottak. A harmadik érdekes hasonlóság, hogy ugye hát Sánta Attila biztos jobban tudja, de Jordán ezt és Priscoszt újra olvasva, ugye az volt, hogy mikor Attila meghalt, főleg a nők, de gondolom, hogy a férfiak is fölvágták az arcukat, hogy a vér és a könny egybefolyjon a nagy gyász jeléül. Na most érdekes módon Kálidásza, aki a leghíresebb szanszkrit nyelven irodát, drámaíró volt, Szekuntala nevű drámáját itt Magyarországon a Tália Színházban is játszották, talán hallottak róla. Ő is leírja egy kétsoros versbe, egy Ragugámsa nevű elbeszélő költeményébe, hogy először a fehér hunok csatát vesztettek a hindukkal szemben, Krisztus után 465-ben, és akkor a fehér hun asszonyok, mert ugye egy csomó harcos elesett, és a fehér hun hölgyek úgy gyászolták a férjeiket, hogy fölvágták az arcukat szintén, összeszabdalták az arcukat, hogy a vér és a könny összefolyjon. Ez Kálidásza, aki a heftaliták kortársa volt, Udzsénban élt, ami előzőleg egyébként a heftaliták fővárosa volt, csak a hinduk visszafoglalták, és ő, aki kortársuk volt, hát ő nyilván tudhatta és láthatta, hogy mit csináltak a fehér hunok. Tehát ez egy nagyon érdekes kapcsolódás, hogy a mi hunjaink, fekete hunok, ahogy én nevezem, vagy Attila hunjai, ugyanazt a rítust követték el egy veszteség vagy egy király halála alkalmából. Akkor a magyarok ugye később kerültek északabbra, és a érdekes, hogy a szanszkrit nyelven a Turán, ugye ahonnan én szerintem származott a magyarság, mert ugye a médek is ott onnan származott, és Kati is egyetért velem, hogy a médek egy része lehetünk. Mi lehetünk a médek táltosai? Hát nem vitás, ez nem egy harcos nép is volt, de nem egy bunkó nép volt. Tehát az biztos, hogy a tártosokat, és sőt, még a mérnököket is a magyarok adták. Igen, itt tiszteletem a mérnök uraknak, mert hölgyeknek is, mert az igazság, hogy ott nagyon sok Turán egy száraz helység, száraz medence volt, és ott kellettek a kevés folyóból, kevés patakból, folyóból kellettek elvezető árkok, és azokat bizony mind a méd tártosok nem csak tártossággal foglalkoztak, hanem mérnöki tudománnyal is rendelkeztek. Na, Turán szanszkrit nyelven gyorsat jelent, gyors lovast elsősorban, tehát a harcosok nyilván a turániak voltak. Irán viszont azt jelenti szanszkritul, hogy bölcs. Na most ezek az irániak mindig lenézték a turániakat. Hiába azok védték meg őket, mert azért szerintem a harcos is van olyan fontos, mint a tudós, de hát ők magukat, és valójában aztán az zoroasztari papok is ebből az iráni társaságból származtak. A tudósokból lettek Indiában a bráminok, és a legyőzött turmer végül is Irán egy időben legyőzte az indus völgyieket, tehát az indiaiakat, azokból lettek a ksatriák, tehát a második kaszt, a harcosok. Hát én szerintem, én nekem a legszimpatikusabb kaszt a ksatriák, a harmadik a vajsák, azok a kereskedők, na hát a kereskedőkről nekem mindig a sémiták jutnak eszembe, úgyhogy nem vagyok túl tőlük eltelve. A negyedik pedig, én tisztelem őket, mert ők a parasztok, a sudrák, és hát valójában a elfoglalt foglyokból, tehát a meghódított területek foglyaiból lettek az érinthetetlenek. Na de mai napon már ők
az indiai társadalom részei. És soha nem értettem, ugye amikor Indiának a Trianonja bekövetkezett 69 éve, jövőre lesz 70 éve India függetlenségé válásának, mikor elszakadt India három részre, ugye Nyugat és Kelet Bengálra és Indiára, soha nem értettem, még mindig 170 millió mohamedán él Indiában, hogy a türelmes hindu vallás hívei hogyan térhettek át muzulmán vallásra, hogy ennyien. És aztán megértettem, most nemrég olvasott három könyvről, ami mind a India függetlenségének elnyeréséről szól, hogy valójában a muszlim vallás befogadta az érinthetetleneket is. Tehát a legszegényebbek örültek, hogy valakihez tartoznak. Hát ezt láthattuk, ugye, hogy itt se a hát legalábbis arcról nem túl intelligens képiek jönnek be, úgyhogy ezek a legszegényebbeket is egyenlővé teszik és befogadják, és Indiában egyedül a szikh vallás ilyen, hogy az befogadja az érinthetetleneket is, és a szikh vallás átvette ezt a jó szokást az iszlámtól, viszont a türelmet, viszonylagos türelmet, mert azért a többi hindunál harciasabbak, azt meg átvette a hinduizmusból. Tehát én szerintem a szikh vallás egy rendkívül, és nagyon jó szívűek. Tehát ők a még a jó módulakat is rögtön, ahogy az ember Amritsarba megy, az a fővárosuk, rögtön megvendégelik ingyen, nem sokára, igen, rátérek. Na tehát a több olyan ókori államszövetség létezett, amely kibocsájtotta a különböző népeket Indiából is, és hát ez a úgynevezett amit mondtam, hogy Mohamed Gazni, aki fölépít, addig ragyogóan működött a hindu vallás, semmi probléma nem volt köztük, kivéve a kasztrendszer, de hát ezt ők elfogadták. Mikor kialakult a kasztrendszer, az csak foglalkozást jelentett, varnának hívták, nem kasztot, azt az angolok használták ezt a szót, a varnák különböző foglalkozásokat jelentettek, de később sajnos elfajult ilyen megkülönböztetésé. Na, köszönöm szépen. Igen, tehát még egy-két ilyen istent megemlíteni. A vizeknek volt isten a védikus vallásban, Varuna, esőnek, folyóknak, vizeknek. Ez nem ment át aztán a klasszikus hinduizmusba. Vájú, a szél istene, ugye úgy hangzik, mint egy magyar szó. Szúrja, a napisten, na az átment. Szúrja mai napig is, Szúrja néven a napisten, Szurács vagy Szúrja napistent jelenti, és itt majd bemutatom, hogy hogyan ábrázolták ők, és hogyan ment át ez a tulajdonképpen az összes belső ázsiai nép ábrázolás módjába, de főleg a székelyekében és a magyarokében. A Szúrja azért fontos a klasszikus hinduizmusban is, mert hát a ugye trópusokon háromszor aratnak, rizst háromszor aratnak, ő a fényt, a meleget adó, felelős a gabona, a rizs és a többi növény érleléséért, és egészen a mai napig megőrizte jelentőségét. Kicsit túl erősen süt én szerintem, de hát az indusok megszokták, és ha nap nem lenne, meg a monszun nem lenne, bizony nem arathatnának kétszer-háromszor is. Klasszikus hindu korban, azaz körülbelül 2000 éve az istenek szerepe megváltozott, Indra veszített népszerűségéből, mert helyét a három istenség, Bráma, Visnyu és Shiva vette át, de a napisten fontossága megmaradt. Na most jön az, amiben hasonlók szintén a magyarokhoz. A hinduk szerint a napisten földi helytartója a király. Ezt a magyarok is, az ős magyarok vallották, hogy a földi helytartója a fejedelem, ugye ők azt mondták. Szimbóluma Indiában és Iránban az oroszlán, az állatok királya volt. Azért van az az Asoka oszlopon a három oroszlán, az megtestesíti tulajdonképpen, azt Asoka vezette be 2500 évvel ezelőtt, hogy az a napnak a földi helytartója, és ő mint a király, földi szimbóluma, bocsánat, ő mint a király a földi helytartója. A régi magyaroknál szintén a fejedelem volt a nők nap földi helytartója, azonban mivel északabbra éltek, hát ugye oroszlán nem volt. A nap szimbolikus állata a ló volt. Ezért találnak most Cseljabinsz környékén Türk Attiláék és az orosz, illetve nem is az orosz, inkább a kazak és a
keleti orosz, hát azok búrját meg, tehát nem, az egyik sem orosz, csak ugye a nagy Szovjetunió bekebelezte őket, ezért ott ásnak, és én hát levelezek a két ásatóval, Botalóval és Ivanovval, és egymás után találják a ló figurákat nyakláncként is, a mellék, a sírok mellékletében szoborként, nyakláncként, medálként, tehát a ló volt a napnak a szimbóluma. Hát ugye ott oroszlán nem volt, viszont Indiában nincs ló, azt mind Afganisztán, mai napig lóverseny van, és Afganisztánból importálják, mert az a klíma viszont, kivéve Kásmírt és az északi területeket, nem kedvez a lovaknak. Hát elpusztulnak. A Rudra volt a nagy vadász a Védákban, és ő maradt is. Rudra átment a Shiva egyik megnyilvánulási formájába, hiszen három arcú, tehát az egyik megnyilván a pusztító, ugye a vadász átment a pusztító istenségbe. Shivának ugyanis három szerepe van, pusztító, fenntartó és újrateremtő, de csak a rosszat pusztítja el, tehát ami megérdemli, hogy pusztít. Ide is kellene Magyarországnak tárgyal, úgyhogy... De Mitra a világosság és a fény istene, ő aztán átment az irániak ősvallásába Mihira néven. És azért például Mihira Gula, a Neftaliknak egyik nagy királya, ő előtte már Iránba, Perzsiába hódított, ő fölvette a Mihira nevet, az eredeti neve Steinaurél szerint is Gula volt, a Gula pedig érdekes módon mind az indoszkítáknál, mind a kusánoknál, mind a heftalitáknál valamilyen néven előfordulták. Raju Gula a kítáknál, Mihira Gula a heftalitáknál és így tovább. És ez a Gula a tegint jelentette, a Gyula, az ment át magyarba. Ugye tudjuk jól, hogy Erdélyben a gyulák uralkodtak, és azok ugyanazt a szerepet töltötték be, mint a régi türk népeknél a teginek. Tehát a harc. Jáma a halál és az alvilág istene, ő megmaradt a klasszikus hinduizmusban is. Ő a harmadik legtöbbször szereplő Indra és Agni után. De ő neki nem olyan elrettentő szerepe van, mint a görögöknél a halál istenének. Sőt, segítő istenként tartották számon. Ő találta meg az utat az alvilágba, a halott lelkét ő vezette be addig, amíg a karma, ugye a halott lélek karmája újra születése be nem következett, de csak a jó lelkeket vezette, azok várhattak egy jobb karmára, egy jobb újjászületésre. A gonoszok a sötétség birodalmába kerültek, és ott is maradtak. Tehát azok nem születhettek újra, hanem a gonosz a sötétség birodalmába maradtak. Hát ez körülbelül olyan lehetett, mint a pokol. És hát voltak persze, és azok maradtak is a klasszikus hinduizmusban az aszurák, a varázsló erő tulajdonosai, az apszarák, a tündérek, és a gandarvák, azok félistenek, félistennők, főleg a folyóknak vannak félistennői. Ezek segítik az élőlényeket földi útjukon. Tehát felsorolásból kitűnik, hogy a félistennők meg a tündéreken kívül az összes klasszikus és védikus isten is mind hinnemű volt. Tehát sajnos ez egy patriarchális, hát a nők szemében sajnos erősen patriarchális társadalom volt, és de legalább a klasszikus hinduizmusban mindegyik főistennek van felesége. Tehát Lakshmi például a szépség és szerencse istennője, az Vishnu felesége, és így tovább. Tehát ezeket nem akarom részletezni. Na most a harmadik, ilyen, ami a magyar hitvilágba átment, az úgynevezett Ashvaméda. Ez is egy szanszkrit szó, ez lóáldozatot jelent. Ha egy nagy király meghalt, vagy egy csatát nyertek, vagy akárha vesztettek, akkor lóáldozatot mutattak be, főleg ha nyertek és ha a nagy király meghalt. És ha a legnagyobb, például Mihira Gula halál, akkor fehér lovat. És ugye tudjuk, hogy Attilánál is fehér lovat öltek, tehát ez is átment a hun vallásba, és hát az ős magyar vallásba is a lovas temetkezés. Csak önálluk, miután ők égették aztán a halottakat, abban a klímában meg is lehet érteni, és a hamvakat temették, és melléje a lónak a test tetemét, és föléje sírköveket emeltek, amin a ló szobra is rajt volt,
önálluk nem volt részleges lovastemetkezés, tehát ez mondjuk nem hagyományozott, tehát, de a maga a lovas és hát a lóáldozat, a Aslaméda az átment a magyar vallásba. Na most a negyedik ilyen hasonlóság, hogy a közép-belső ázsiai népeknek mindnek volt szent madara, szakrális madara. A hinduknál ez a garuda, a sas, nálunk ugye a turul. Tehát ezek a szent madarak, ezek minden, mint ahogy a oroszláló párhuzam meg volt, itt meg a garuda és a turul. Na most a Maharadzsa palotákban, de a hindu, ősi hindu templomokban is fennmaradtak ezek a napisten ábrázolások, ezeket mindjárt vetíteni fogjuk, öt kép mindössze. A napisten ábrázolásuk főleg Rajasztán és Gujarat államban, az a két állam, ahol a heftaliták hódítottak és több mint 100 évig uralmon is voltak, ott a Maharadzsa palotákban mind a mai napig egyrészt egy lovast ábrázolnak a palota falán, kengyellel a lovas lába, és hát a lovon, és nekem hívták fel a figyelmemet, tehát ők jobban tudják a hun rokonságot, hogy ugye látom, hogy ott a kengyel, ez a hunok vezették be, hun újítás volt, és hát szégyen, hogy ugye nálunk ezt is mélyen elhallgatják. Aztán ugye hát nekem elsősorban az ottani történelem tanárom mondta, hogy maguk magyarok miért tagadják, hogy a hunok leszármazottai. Mondom, én személy szerint nem tagadom, azt mondja, de a maguk tudósai, úgynevezett tudósai tagadják. Hát szégyen, hogy ugye Indiában tudják, és az itt jelenlevő Johannának köszönhetem, hogy egy nagy hindu író, hindi nyelven író, dr. Sasi, professzor és költő is egy szemében, végre feldolgozta a 12 évvel ezelőtti konferencia anyagát, többször ígérgetés után, de nem tehet róla, mert két súlyos műtétem is átesett közben, és most már megjelentette a könyvet, és Johannával, aki nemrég jött Delhiből, a férje is indiai, nagyon kedves, helyes nő, és elhozta nekem a könyvet, két példányban, egyiket Patrubánynak volt dedikálva, odaadtam, másikat nekem, le fogom hindiről fordítani, nem vastag, és abban benne van ez, a címe is az, hogy a szkíta hunok országában. Tehát nekünk küldte úgy, hogy a szkíta hunok országában. És annak örülök, hogy végre Indiában is terjesztik ezt széles körökben. A másik, aminek örülök, hogy Magyar Lajos híres versét, talán hallottak róla, Kőrösi Csoma Sándor naplója. Én lefordítottam nyers fordításba, de miután nem vagyok költő, nem tudtam Indiába ezt terjeszteni. Ő lefordított a nyers fordítás alapján költeményben, és ott van az egész benne a könyvben. És végre az indusok olvashatják, mert ő megjegyezte ezt hindi nyelven, hogy ugyanaz volt Kőrösi Csoma Sándor, aranyhíd Indiai és Magyarország között, mint ahogy Tagore, aki itt gyógyítatta magát, szintén aranyhíd volt. Úgyhogy végre Indiában megjelenik, kár, hogy Magyari Lajos nem érhette ezt meg. De olyan szép egyébként a fordítás, mikor a végén írja, hogy és az álmaim nem teljesedtek, de nem az a lényeg, hogy testvérek, hanem rokonok lakják ezt a földet. És ez hindiül is, hát elnézést, hogy ezt nem olvasom föl, de nagyon szépen hangzik. De hát ez egy nagy öröm volt számomra. Na most a napisten ugye ábrázolása az nagyon hasonlít egy homorod almási szívégen, amit nekem Samu Pál küldött a Kárpátia egyik újságírója, ő találta meg. Homorod almáson 300 éve ugyanúgy ábrázolták a napistent egy szívégen, bajuszos, sugaras, mint ahogy ábrázolják a Maharadzsa palotában. Ezt egy picit, ha föl tudnánk nagyítani. Ja, csak nem várhatok. Ja, jó. Na, tehát egy abszolút nem mongolos arc, hanem európai vonások. Sugaras, aranyból van a Maharadzsa palotájában, Udaipurban. Hát sajnos nekünk ennyire nem tellett homorodalmáson, de ugye láthattuk az előbb, hogy az is ilyen bajuszos, sugaras kép. Na most a többi, nemrég találtak meg Indiában, igen, a páva ábrázolás Indiában épp olyan sűrűn előfordul, ez is Udaipur múzeumának az oldalán van,
tűzzománc készítésű páva, de az az igazság, hogy a hímzéseken is ugyanúgy előfordul a páva motívum, a tulipán motívum is, holott Indiában nem terem meg a tulipán, az egy északi növény. Ezt is belső Ázsiából hozták, és a motívumokban még mindig szerepel. Na most nemrég fedeztek fel a gudzseráti erdők közepén, ez még mindig Udaipur elnézés, a napszeki, itt a Napisten templom, ott még vannak Napisten templomok, Rajasthanban és Gudzserátban, a Napisten szekerét mindig 7 ló húzza, és ez átment a magyar mondavilágba is, hogy a Napisten szekerét 7 ló húzza. Hát itt középen ugyan már átment isteni alakba a középső ló, de jobbra is van 3, balra is 3, és mellette a folyók istennői, azok a bizonyos félistennők, akiket említettem. A 5. kép lesz érdekes, mert ezt nemrég fedezték fel, én nem tudom, ez egy gazdag ország, hogy egy maharadzsa palotát, ami 200 éve épült, ugye az erdőben nőtte, és nemrég fedezték föl, és ott is a freskókon egész jó állapotban van. Én örökölnék egy ilyet, hát nem mondom, valami 20 szoba van, és nagy kert, és nincs örököse. Hát az indiai állam bekebelezte persze, és ott a freskókon, az oldalfalon is egy ugyanilyen bajuszos napisten kép van. És hát még azért egy befejező rész van, ott a képek nem nagyon lesz már több kép, de... Tehát a természetvallást követő népek, ha rokonok emlékezetében élt, és máig is él a régi istenábrázolás, a régi szokások, a régi hitvilág. Ez a hit mind a fehér hunok rajasztáni utódainál, mind a székelyeknél, magyaroknál megmaradt. Hát a tűz tisztelete például, ugye miért kellett Szent István korában mindig őrizni a tüzet? Hát tudtunk volna csiholni, ezt már a kőkorszaki ember is tudott tüzet csiholni. Azért kellett még a portákon is, mert a tűz szakrális volt. Ezt legjobban azért a régi Irán őrizte meg, mert állítólag egy barlangban még mindig az a tűz ég, amit Zoroaster gyújtott, természetesen nem az a tűz, amit ő gyújtott, de mielőtt kihambat volna, tűzről tűzre egymásnak adták, mint ahogy ez a gyertya, remélem még ég. Nincs itt a Jóska. Kösz, igen, hosszájra tettem, de különben nem látszott volna. Hát remélem Magyarországon nem ez fog történni. És az az igazság, hogy ezek megmaradtak ezek a népi emlékezetek, emlékezések és ábrázolások, és ezért hát nagyon őriznünk kell mindazokat az emlékeket és hasonlóságokat, melyek őseinket, ázsiai rokonainkkal összekötnek. További kutatásokkal szélesíthessük, és kérem is az itt ülőket, hogy szélesítsék ezt a valós rokonságot. Köszönöm szépen!